Rudolf. Na most a balon húzza meg. Szépen el is megy. Remek a passz. Szécsi lőhet. Szécsi lő. Ajj, alig mellé. Szécsi veszi merre. Szécsi. Lövőhelyzet. Szécsi elvállalja. Kapufa ott a kipattanó, ez meg mellé. Hihetetlen. Dragoner Filip. Kapásból megpróbálta. Csak be kellett volna gurítani. Ezt Rudolf Gergely kényelmesen kapura csavarhatja. Az is lehet, hogy beadás lesz. Na nézzük, Rudolf. Á, lehetett sejteni, hogy kapura küldi. Szép jelenet. Mellé ment, de nem sokkal. Első fél időből még van 2,5 perc. Holdanf. Jó lenne a vezetést megszerezni. Megvoltak rá a lehetőségek. Ez jó. Holdan feheti át. Kicsit mellen lőtték, vagy mellbe, de így is jó. Holdan. Még egyet tovább. Ott az ígyszer. Kónya lő. És megvan a gól! Rudolf Gergely. Jókor, jó helyen, középen. Belepiszkál, és megvan a vezetés. Ma több jó teljesítmény is van a csapaton belül. Ez viszont egy veszélyes kiugratás. Hermány hatalmas bravúrja. És aztán ez levágódik. Márquez Airoza. Hermány óriásit védett. Sajbán Miklós. Ott egy lövőhelyzet. Hatalmas kapufa. És sikerül-e kifejelni. Petró egyelőre levágódik. Nem onnan kell elvégezni, de Cinanovicsnak kell hátrébb mennie. Egy előreívelés, még egy fejes, ott egy piszkálás, és ezt nem hiszem el. Ezt egész egyszerűen nem hiszem el. A 95. percben. A csapatom rászolgált a döntetlenre, még pedig azért, mert a második fél időben nagy erőket mozdulósítottunk. Nem játszottunk jól, tévedés ne essék, de nagyon-nagyon koncentráltan és nagyon nagy lendülettel próbáltunk kiegyenlíteni. Volt is két nagy lehetőségünk. Az a kapufa, hogy kifele pattant, befele pattant, de azt is úgy értékelem, hogy végül is kidolgoztunk egy helyzetet. Szerencsénk volt, hogy a hosszabbítás utolsó percében sikerült ezt bekotorni, ha így nézzük, de még egyszer mondom, azért volt lehetőségünk más előbb is arra, hogy kiegyenlítsünk. Egy héten belül másodszor a 95. percben kapunk egy nevetséges, tényleg most már a szilveszteri kabarékba illő volt, úgyhogy magunknak köszönhetjük ismét, úgy gondolom, hogy 2 pontot veszítettünk.